A 2016-ban indult Döbrökközi szennyvízberuházás a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében valósult meg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Konzorcium vezetésével. A közel 1,6 milliárd forintos beruházás nagy előrelépést jelent a településnek, hangsúlyozta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Gyakorlatilag minden megtalálható itt, ami egy kisvárosban most már kell, és az embereknek a komfortérzete jelentősen javult. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 21. századi körülmények alakultak végre ki Döbrökközön is. A szennyvízberuházásnak köszönhetően nagyon fontos beruházásról van szó. Hozzá kell ehhez tennünk azt is, hogy az elmúlt években nagy számmal nyert el a község magyar falus pályázatokat is, és még reményeink szerint fog elnyerni, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vidéken élő magyar emberek érezzék azt, hogy olyan kormánya van Magyarországnak, aki a vidéki emberekkel törődik és gondol rájuk. A kivitelezés során Döbrökköz község területén 18.672 folyométer gravitációs és 452 folyométer nyomás alatt lévő csatorna vezeték került lefektetésre, melyre 7.253 folyométer bekötő vezetéken keresztül 903 darab bekötés létesül, amely egy nagy előrelépést jelent a környezetvédelem területén, tudtuk meg a település polgármesterétől. Döbrökköz életének egy nagyon fontos mérföldköve, ugyanis nagy lépést tettünk ezzel a környezetünk tisztán tartásában és az életminőség javítása terén. Köszönöm szépen a lakosságnak, mindenkinek a türelmét, ugyanez egy mélyen futó beruházás, sok útbontással, akadállyal, közlekedést akadályozta a beruházás, de úgy érzem, hogy elkészült, és most már elég sokan megkezdték a rákötést is a lakosság részéről. Folyamatos a rákötés, a DRV, mint üzemeltető, ugye ők fogják üzemeltetni a szennyvíz csatorna hálózatunkat, ők egy fél éves rákötést kedvezményesen biztosítottak, 1000 forint plusz áfa összegen, március 31-ig, akik csatlakoznak, azoknak ezt a kedvezményes díjat tudják garantálni. Az ingatlanoknak a szennyvíze a kertekben létesített emésztőkből közvetlenül a talajba folyt, ugye ezzel az egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot is jelentett a ingatlanok részére, ahol viszont zárt rendszer volt kiépítve, ott pedig a hatalmas költség, a szennyvíztisztítás. Ezek mind megoldódnak a csatorna beruházás kapcsán. A szennyvízberuházás kapcsán a kivitelező részleges útfelbontással fektette le a csöveket, melyet a munkálatok után sávosan visszajavított. Az önkormányzat a későbbiek folyamán pályázati forrásból szeretné ezen útszakaszok teljes felújítását megvalósítani. A következő feladataink az utaknak a javítása, újra rendbe tenni őket. Ezzel kapcsolatosan már 2 pályázatot is benyújtottunk. Az idei évben megnyertük a BMS pályázatot, ami az útfelújításra szolgál, ebből már az idén 2,5 utcánkat sikerült leaszfaltozni, és sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program keretében szintén aszfaltozásra, ez pedig a jövő év folyamán szintén 3 utcánk megvalósul ebből a beruházásból. A település szennyvíze 8 átemelő segítségével 10.651 folyométer nyomóvezetéken keresztül jut el a befogadó dombovári szennyvíztisztító telepre.